Sziasztok! Képzeljétek el, hogy mostantól együttműködök a Zenebával, és szeretnénk nektek egy kicsit beszélni erről. Az Zeneba.com egy új játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az Zeneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak! Legyen az új, vagy régi. És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek, tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 024-es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük és segítenek neked! Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Való, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! A zeneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Na jó, nem. Ezt skippelnem kell, meg kell néznünk azt, amit ő néz. Hát az ő reakciója az nem olyan, mint az én reakcióm. De milyennek a neve ennek a tarnak? Wuhu Hungarian, hogy ott volt. Wuhu. Pokémon a való életben. Elveszettem Pikachu-t. A kisúgom eltűnt a vízi parkban. Mi lenne, ha elveszíteném a húgomat? Ezek ilyen Mr. Beast index képek. És gondolom, ezek is olyanok, hogy valami multimilliárdos orosz undrító szar cég kifizetett magyar szinkron stúdiókat, és Google fordítóval, ChatGPT-vel lefordították az egész scriptet, vagy esetleg fordítókat is vettek, mivel van rá pénzük, és így konkrétan kiépítették ezt az egész struktúrát, hogy ugyanaz a content menjen többféle országban. Téged miért nem találnak meg ilyen maffiák? Nem tudom, Kovix. Az a baj, szerintem itt olyan benfentes körök vannak, amikbe elég nehéz bekerülni. Vagy csak ilyen szinkron stúdióknak írnak, de ezek a hangok nem úgy hangzanak, mint hogyha egy szinkron stúdió színészeik lennének, hanem olyanok, mint ennél meg az én mikrofonom is jobb amúgy. Mint az a hangminőség, ami itt van, az szinte elviselhetetlenül szar szokott lenni. Legalábbis a Diana csillagban tudom, hogy nagyon rossz. Meg a szinkron színészeknek a munkája is. Hát, szerintem nem a legmegfizetettebbek ezek a szinkron színészek, maradjunk annyiba. Na, melyiket nézzük meg? Ez pont gyerekeknek való indexképnek tűnik amúgy, nem tudom, hogy vagytok velem. Pokémon a való életben, hogyan csempészhetsz Pokémont a moziba és a főiskolára? Hell yeah. Macho versus Traber diák a börtönbe. Hogy kerülnek a diákok börtönbe? Mi van? Szenti! Oh. Ez egy popit a 10. századból Krisztus előtt. Ne nyúj hozzá, nem szabad. Ne légy már ilyen nyuszi. Csak egy ujjal. Le van tartóztatva. Hello, szépségem! Szia! Fú, bazeg. Most azonnal börtönbe kerülsz! Ha? Engem felültettek! Nem állok ellen! Ó, srácok, hát itt vagytok! Iratkozzatok fel a csatornákra és kattintsatok a csengőre! És nyomjátok meg a lájkot! És nyomjátok meg a lájkot! Halálos! Úristen, tényleg, ez... No copyrightos zene. Ez károsabb az egészségre, mint a dohányzás. Az igen, egyéb csatornák csak ennyi nyelven csinálják meg ugyanazt a szartartalmat. Nézzük már meg ugyanezt mondjuk lengyelül. A Lengyelországban 600 000 feliratkozójuk van, és ugyanaz a content van fönn, majdnem ugyanabban a sorrendben mondjuk. Skibidi Toilet! Amy Rose! Jesteś moim wymarzonym jeżem. Dzieci, dlaczego płaczecie? Spokojnie! Co się stało? Powiedzcie mi, kto was skrzywdził? Ten łajdak z wąsami ukradł nam wszystkie zabawki! To Eggman! Pika, nem is az a játék, barátom! Jézusom! Chodź, Sonic! Kocham cię, Sonic! Kocham się, Sonic! Azt mondta, hogy szeretlek, Sonic! Kocham się, Sonic! Jestem na palonie! Itt elég sok ilyen Sonicos, meg Pikachus type shit megy. Ezt elküldöm a lengyel haveromnak, várjatok. Írom neki, bro, you gotta see this. Áj, de jó képű! Melanie, mozgás! Nagyszerű, mosolyod! Én is kaphatok egy képet! Ölej meg, gyönyörű rab! Ölej meg, gyönyörű rab! Én is szeretnék egy selfie-t. Nem szerint kapunk itt falsis képeket. Oké, menj vissza a celládba. Gyere, te puhánka. Állj valahova. Mosolyog. Vagy ne. Nem is érdekel.
Ezek a képek fantasztikusak. Hogy nem érzik úgy magukat ezek a színészek, mint hogyha ilyen degeneráltak lennének? Hogy viselkedik? Az a világ összes sztereotípiája belerakva egy ilyen undorító szar videóba, geci. Ölei meg gyönyörű gyilkos. De ez a kocka szépen néz ki. Hé, hey, Melanie! Miért van más rabokról kép? Ez egy random stockos kép egy börtönről kinyomtatva a börtönbe. Akarsz flörtölni? Oh. Nem? Oké. Okay. Mennyit kaphatnak a színészek? Hát haver, most figyelj, hogyha látod azt, hogy ez ilyen sok nyelven van monetizálva, én szerintem sokat. Tehát ugyanezt meg tudnám nézni japánul is, meg koreaiul is, meg hindu nyelven, németül, franciául, vietnámiul, törökül, románul, oroszul, portugálul, minden nyelven meg tudnám ezt nézni. A magyar nincs monetizálva. Figyelj, azért, mert a magyar még csak most kezdték el. Mi az eredeti nyelv? Szerintem orosz amúgy. Vagy ukrán. Az az első nekik, szóval gondolom az. Brum. Jó, közben ez elindult a háttérbe, várjátok. Ennek a videónak az elején itt van egy térkép, de ez is angolul van minden. Short zombik vannak, gondolom angolul shortok. Skibidi toilet. A singing toilet! Who invited you? Tesó. I don't get it. What's so funny? A huge hairy toilet! Don't worry, kiddo. Dad's here. Oh, I need a skibbity toilet just like this. Bullseye. We don't need this dad toilet. Azt hittem, hogy a goofy hangok benne vannak vágott. Teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy megjelennek ilyen random hangeffektek. Flush out of here. Mit csinál? Uh-oh. There we go. Out of order. Hey kid, get in the box. I'm a genius. Herbie. Nézzük tovább a magyar verziót. Mik vannak még a magyaron amúgy? Nincsenek ilyen skibidi dolgok? Mert az amúgy az nagyon vicces lenne. Az tényleg vicces lenne. Egy sincs. Wednesday Addams, építünk egy csúcsú császvonatot izé a börtönben. Huh. Oh, Steve! Miért vagy ilyen jó képű? Hívj fel! Hey, Melanie! Ez Henriket? Ne remúgy. Kicsit úgy néz ki szerintem. Lámpaoltás! Menjetek aludni! Hú, de sötét lett. Hé, Alex! Ébredj fel! Itt az ideje a rémisztő tábortüzes történeteknek. Miért mindent ugyanaz az ember szinkronizál amúgy? Nem értem. Egyszerűen nem bírom felfogni. Ez most egy főiskolán történt. Ezek csak ott ülnek és nem csinálnak semmit. Neki csak meg van mondva, hogy csak járassák a szájukat, mint hogyha beszélnének, és igazából nem is mondanak semmit. És amúgy le van némítva minden egyes nyelven, és csak alá mondják. Nincsen eredeti nyelve. Szerintem. Alex a Strieber rossz egyet kapott és... Megbukott a vizsgán! Tudok még egy ijesztő történetet. Egy átlagos reggel volt. Nézd, csak így... Így mozgatja a száját az ember, geci! Belenézett a tükörbe, és látta, hogy az egész arca tele van pattanásokkal. Ez túlságosan ijesztő. Jó ét! Geci! Gyere be! Az ügyfeleid már várnak rád. De amúgy pénzben mernék fogadni arra, hogy oroszok csinálják amúgy. Ettől függetlenül, amit most az ezelet mondtam. Az ügyfeled? I know, man. Sziasztok, srácok! Szóval, ki akart Edkót?
válasz egyet, macsó! Én nah, tudom, bro. Mit akarok! Megvan! Boss! Ez a GVM? Most már mindenki tudni fogja, hogy én vagyok a főnök. Ez amúgy németül olvas könyvet, szóval lehet, hogy németek csinálják, de németek azok nincsenek ennyire. Mert hogy németek azok annyira nem bolondok. Egyszer a történelem során mondjuk csináltak bolond dolgot, de ugye amúgy nem szoktak bolondok lenni, nem? Kaphatok én is ugyanilyen tetoválást? Persze, majd én megcsinálom. Melanie, tetszik az új tetoválás? Loser nerd! Alex, te egy loser vagy! Mi? Loser streber? What? Már csak kaphatnék egy narancsot. Orange. Ó, honnan szereznék most egy narancsot? Oh, varázslat! Ez az ablak valóra váltja a kívánságokat. Azta. Új telefont akarok. A csaj lesz. Wow, működött. Egy varázsablak. Mit kívánhatnék még? Egy kulcsot. Elképesztő. Huh? Wow. Most már van kulcsom. Ó, ez egy tökéletes masszázseszköz. Steve, a kulcsal kinyithatod az árat és megszökhetsz. Tényleg, működött. Sok szerencsét. És most kapcsoljuk be a riasztót. Ne! Szabotálni fogja! Úristen! Mekkora troll! El akarsz szökni, szép jó? Ó, szív! Maradj még egy kicsit itt velünk! Ez egy tökéletes menetelés. Szerintem az papírból van amúgy. Titer! Kulcs alakú izma lesz! Engedd el! Ez amúgy egy nagyon durva shitpost. Én azt hittem, hogy már nem fog meglepni. Ezeket nem józan aggyal találják ki, szerintem ezeket nem egy agy találja ki. Nagyon jó a lore, 10/10 a storytelling. Igen, amúgy tetszik, hogy ugyanazon a hangon mondja ugyanaz a nő végig. Ez a kedvencem. Ez az ajtó olyan szűk! Rendben. Szia, baby, mi újság? Imádom a büntetés végrehajtási tisztcsajokat. Király! Hol van a barátom? Az első cellában? Király! Szia, tesó! Nézd csak, ki van itt! Jaj, az anyám! Mit keresel te itt? Nézd, mit találtam! Ó, egy kocka! Ó, randim van! Teljesen elfelejtettem! Assza! Van egy ötletem! Maradj itt helyettem! Köszi, hogy megmentettél, tesó! Hát ez nagyon jó ötlet. Jó estét, felügyelő! Nézzük meg a vázlatokat! Nem ugyanúgy itt néz ki. Itt van a Fréber! Rá fog jönni. És itt van a macsó! Annyira nem macsó. Egyezik! Hát nem egyezik szerintem. Köszi szépen, hogy fedeztél, tesó! És visszajön a börtönbe! Nem értem! Nem értem, bro. Kajak. Jó, elmegyek húlyozni, de közben nézni fogom a WC-ről, esküszöm. Na, miről maradtam le, basz, meg nem értettem, vágod? Nyomtam ki a pisát nagyba húgycsövemből, meg ilyenek, és nem értettem, hogy hogy lett vége. Szóval most meg kell néznünk újra. 3000 like-nál kiengedjük őket, tényleg ezt mondták? Már letöltöttük a büntetésünket. Igaz? Hé, török, engedjetek ki minket. Végeztünk, látjátok? Oh! Wow! Nem! Srácok, akarjátok, hogy kiengedjük Steve-et és Alexet? Akkor 3000 kommentre van szükségünk a videó alatt. Majd legalább 2. Hé, 3000! És akkor a macsó és a Streber szabad lehet. Az kemény! Hát szerintem ez még nem lehet. Hát szerintem örökké ott lesznek, amúgy van egy olyan érzésem. Engedd ki mind a kettőt! Na szóval detektív. Igen, engedjétek ki őket! Igen, igen! Engedjétek! Szereplő Amcsi, a csatornát készítették el legelőször, majd jött a német orosz, stb. Az nem hiszem, hogy Amcsik, attól még, hogy Amerikában vannak, attól még nem feltétlenül amerikaiak csinálják. Igen, engedjétek ki őket! Igen! Iven! Engedjük ki őket! A Bobby Playtime megszállottja vagyok! Agi Vagi és Mami Longlegs a kedvenceim!
kezedet kell tartanom. Nézd, mi fekszik ott? Lengyel barátom azt írta. Yeah, I would never let my kid watch that shit. It's like brainwashing, just like TikTok. Nowadays parents give phone, tablet to kids, and the kid is growing like a retard. Teljes mértékben egyet tudok érteni vele. Nem kéne odaadni a gyereknek a kibaszott tabletet meg a telefont, mert ilyen videókat fog nézni, nincs értelme az egésznek, undorító, megöli a gyereknek az agyát, nem lesz képes gondolkodni. Ennél még a Telekrobi is jobb. Ez nem YouTube Kids, még! Lengyel haverommal stream mikor? Hát majd, hogyha jön Chase-i, bro. Dancsó Péterről beszélt a Puzsér Robert, no f***ing way, bro. De ezt most nem fogom megnézni. Hörbi részegen live-ol. Valahogy ide tévednek az internetre a gyerekek is, beszarsz. Hogy a faszba lehetséges? Úgyhogy TikTokon live-olsz, te agyhalott, és bedobja mindenkinek recommended be, hát ennyi eszed nincsen, tényleg? Ennyit nem adott a jóisten, hogy gondolkodni tudjál egy percig is, b***d meg. Úristen! Felmegy TikTokra, ahol köztudott tény, hogy kibaszott gyerekek vannak fönn, a felhasználóknak legalább a fele 14 alatti, és pompok, b***d meg, hogy hogy jönnek ide a gyerekek az én csatornámra, hát, 7 másodperc volt, mire felbaszom magam. Megszületnek, növögetnek. Ott a bolygó, amit fel lehet fedezni, meg a női pina. Hát igen, lehet, hogy neked is azt kéne csinálni. Ja, várjál! És ide jönnek 43 éves bácsik, meg a barátai. Szerintem, hogy miért isztok? Mi ezt nem értjük. Picik vagyunk meg. Hol vannak? Tudod, mit írt? Tudod, az internet nem csak az öregek tevénykednek. Ez egy szép magyar mondat lett. Hol vannak a modik? Semmi között hozzá Rióka. Kérdőjel nélkül nem szabad felrakni kérdést, mert azt kibannoljuk. Az interneten nem csak az öregek. Rekt! Tevénykedtendek. Az nem öreg, hogy 30-tól 40-ig. Mint a barátaim. Ok, boomer! A fiú 30 év alatt ne szólaljon meg. A nő, meg bármikor. Az hát igen, igen, igen. Ezt észrevettük. Sose gonoszkodnak. Nekünk a YouTube-on meg van mondva videósoknak, hogy jelentsük be, hogyha érzékeljük, hogy valaki nincs 18 év. Igen, ez meg van mondva nekik, igen. A YouTube mondta, beszélt a YouTube-bal, és ezt ők mondták neki. Konkrétan a YouTube nevű ember mondta ezt. Miért ilyen nyomorult a fiatal generáció? Na ez nektek szól, srácok! Ezredfordulós generáció, avagy az Y-ok. Lusta, követelőző, narcisztikusok, akik még mindig a szüleikkel élnek. Ezt a nem éppen hizelgő leírást a Time magazinnak köszönhetjük. Meguntam. Aki most nézi az adást, gondoljátok, támogassatok. Gondoljátok, támogassatok. Srácok, aki most nézi az adást, ha gondoljátok, támogassatok engem. Ez neked normális érték. De mit írt? Normális értékrend az, hogy ítélkezik és nem viszi. Mi? És még profilképe sincs egy közösségi oldalon. Stop, stop! Ja és 666, mert én vagyok a sátán. Ülj a cigány! Pont a cigányokra jellemző a Hörbi szerint, hogy sátánisták, bazd meg. Hát ez kurvára, ez a legnagyobb fehér ember dolog, amit tudnék mondani most őszintén. Na jó, mindegy. Amióta Hörbi videókat csinálsz, mindig rosszul érzem magam, ha csak egy pohárral is iszok. Tök mindegy, hány százalékos az adott pia, félek, hogy oda süllyedek, ahova ez a nyomorék. Csodás ember. Emiatt hálás vagyok, a videóid ebből a szempontból tökéletes leckék voltak, tökéletes lecke, hogy miért igyak inkább vizet. Hát igen, igen. Az alkohol az nem a legkirályabb kábítószer szerintem. Tehát a kábítószerek listáján, hogyha egy tier listet kéne csinálnom, akkor az alkohol az amúgy szerintem az alján lenne. Tehát így alulról lenne mondjuk az ötödik. És mondjuk van 100 kábítószer, szóval eléggé szar lenne. Az alkohol kábítószer miért szerinted nem az? Mert akkor elég nagy tévedésben élsz, hogyha szerinted nem az. Nézd rá Hörbére, hogy mit csinált vele. Szerinted magától lett ilyen, hogyha az alkohol nem kábítószer? Anyukád egy kurva ezek szerint, Varrod a videó, köcsög! Anyukád egy kurva ezek szerint, mert nem nevelt fel! Varrod a videó, az a címe YouTube-on, hogy a trollok anyja kurva! Varrod a videó, az a címe a YouTube-on, hogy a trollok anyja kurva! Na ezt akarom játszani! Hát hol van ehhez a C2, már ne haragudj! Azt a kurva! Thank you.
nincs. Nem, kéne bomba. Hát ez nagyon botok. Azt meglőttem. Geci! Úgyis kitolja. Nem bír a seggén maradni, figyeld meg. Ha-ha! Még egy geci! Még egy geci! Még egy outside. Outside. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.